tisztelettel és szeretettel köszöntöm Dúró Dóra országgyűlési képviselőt. Köszöntöm Csányi Tamás Gyárszakon szolgatnak a végeztelmű választókerületnek a képviselő jelöltjét. Nagy tisztelettel köszöntöm a vendégeinket, örülök, hogy eljöttek erre a fórumra. Adjon az Isten ezüst eső, aranydobóz a mező, adjon e földön minden magyarnak igaz hitet, szebb jövőt. Adjon az Isten ezüst eső, aranydobóz a mező, adjon e földön minden magyarnak igaz hitet, szebb jövőt. Egy csépai lakossági fórumot követően megerősödött bennünk, hogy a csépai embereknek is hasonló problémáik vannak, mint az ország más területén élőké. Nevezetesen a megélhetés, a munkahelyek hiánya az, ami egy kardinális probléma ebben a térségben is, és a Jobbik munkahelyteremtési programja, a hét vezérterve az, ami megoldást tud nyújtani számukra. Kiemelném ebből is az élelmiszeripar, a mezőgazdaság talpraállítását, hiszen ebben a térségben az adottságok ehhez kedvezők. Emellett a közbiztonság is egy olyan probléma, amit helyre kell tenni ebben a térségben is. A lopások elszaporodtak, illetve egyéb közbiztonsági problémák is. Éppen ezért a Jobbik már 5000 forintos értékű lopást is bűncselekménnyé minősíteni, szemben az eddigi 50000 forintos értékhatárral. Emellett természetesen fontos az itt élő embereknek is a devizahitelválságnak a rendezése, hiszen erre sem sikerült gyógyírt találni az elmúlt 4 évben sem. A kormányzat eddigi megoldási javaslatai valami kevés embernek nyújtottak segítséget. A Jobbik a felvételkori árfolyamon forintosítaná a hiteleket, így érdemben meg tudna menekülni minden olyan család, amelyik ebbe a csapdába belekerült. Hogyha bekapcsolják a tévét vagy a rádiót, akkor azt hallják, hogy Magyarországon rend van, annyi ember dolgozik, annyi munkahely van, mint 20 éve nem volt, átlépte a 4 milliót a foglalkoztatás, és ez egy fantasztikus kormányzati teljesítmény. De hogyha ezeknek a számoknak egy picit mögé nézünk, akkor meglátjuk azt, hogy mi is ez valójában, és hogyan van Magyarországon 4 milliónál is több munkahely a statisztikákban. Egyrésztről ugye ezekben a statisztikákban beleszámítanak a közmunkások. És itt nem lebecsülni szeretném a közmunkásokat és azt a munkát, amit ők elvégeznek, de azért a Fidesz programjában 2010-ben az szerepelt, hogy az 1 millió új munkahelyet 10 év alatt azt a versenyszféra és a vállalkozások fogják megteremteni. Ehhez képest most, hogy az első kormányzati ciklus végére értünk, most a közmunkások számát is beleszámolják ebbe a statisztikába, ez körülbelül 200-300 ezerrel torzítja ezt a számot. És amikor ezt a parlamentben Orbán Viktornak szegeztük a kérdést, hogy hát azért ez nem versenyszférában teremtett munkahely, akkor azt válaszolta, kiforgatva a szavainkat, hogy mi lenézzük a közmunkásokat, és nem becsüljük meg azt a munkát, amit ők elvégeznek. Most éppen azért talán az nem becsüli meg a közmunkásokat, aki nem ad mondjuk minimálbért azért, mert napi 8 órát akár ledolgoznak. De ez sem mindenhol van így, amikor a legutóbbi parlamenti ülésszak kezdődött, akkor Tiszavasváriban volt, ahol Jobbikos vezetés van a településen, polgármesterünk is, ott volt egy frakcióülésünk, és ellátogattunk egy szomszédos kisebb településre és egy nagyközségre, Gálva Bencsellőre. Ott is találkoztunk a polgármester asszonnyal, és ő bizony elmondta, hogy van a településen egy állami vállalatnak egy üzeme, ott is közmunkásokat foglalkoztatnak, de gyakorlatilag semmit nem csinálnak, hanem egy óra munka után elmennek haza, és ugyanúgy megkapják azt a 40 pár ezer forintot, mint azok, akik egyébként az önkormányzat foglalkoztatásában ledolgozzák a napi 8 órát. Tehát abban az esetben, amikor ugye napi 8 órát dolgozik valaki, és nem kap minimálbért, hanem 40-valahány ezer forintot kap mindezért, na ő az, aki nincsen megbecsülve, és az meg, aki egy órát dolgozik naponta, hát azt gyakorlatilag továbbra is segélyezzük, és az ő életében ez semmilyen változást nem jelent. Tehát a közmunkaprogram megvalósulását is ellenőrizni kellene, és egységesíteni kellene, és hogyha azt mondjuk, hogy egy ember tényleg napi 8 órát dolgozik, akkor megkapjon érte minimálbért, hogyha a megbecsülésről van szó. De ami talán ennél is
felháborítóbb, hogy azokat az embereket is beleszámolják ebbe a bizonyos 4 milliós foglalkoztatásba, akik külföldön dolgoznak. Tehát valaki Magyarországról elmegy dolgozni Ausztriába, Németországba, Angliába, azért, mert itt nem talál munkahelyet, vagy nem tudja a fizetéséből a devizahitelét finanszírozni, ezért kénytelen ő maga külföldre menni azért, hogy a megélhetését biztosítsa, és ez is Magyarországon teremtett munkahelynek számít. Hát ezeknek a száma már meghaladta gyakorlatilag a 500 000 is, tehát ez szintén egy 500 000-val egyrészt torzítja ezt a statisztikát, másrésztről pedig azért vegyük figyelembe, hogy itt 500 000 olyan ember, aki dolgozni szeretne, dolgozni hajlandó, nem Magyarországon dolgozik, nem Magyarországon adózik, nem Magyarországon termel adott esetben, hogyha akár ilyen termelő munkát végez. Ezt a kérdést is feltettük a miniszterelnöknek, hogy ez rendben van-e így, és hogy ővelük mi a szándéka a kormánynak. És erre pedig azt válaszolta, hogy ezek az emberek kalandvágyból mennek ki külföldre dolgozni, és egyébként nem érti a modern idők szavát az, aki felháborodik azon, vagy aki nem tartja ezt helyén valónak, hogy ezek az emberek külföldön dolgoznak. Azt hiszem, hogy Orbán Viktor nincsen tisztában a valósággal, amikor ezeket a szavakat mondta, hiszen itt arról van szó, hogy egy vasárnapi ebédnél a családból valaki hiányzik, vagy az unoka, vagy az egyik szülő. Beszéltem egy olyan édesapával az egyik fórumon, aki 2 hónapig nem látta a gyerekeit, és mert a devizahitele miatt kényszerült külföldre dolgozni, tehát nem kalandvágyról van szó, hanem családok szétszakadásáról van szó, kényszerről van szó, gazdasági menekültekről van szó, amit szintén változtatni kellene. A munkahelyteremtési és az otthonteremtési programunk, amit itt a képviselőjelöltünktől is hallottak, elsődleges lenne a tekintetben, hogy ezek az emberek hazajöjjenek. Kísérje minket a nap és a hold, Nimród, Attila, Szent László, hirdessen újra aranykort, adja meg Isten, hogy így legyen. A Jobbik egy programközpontú kampányt folytat, ami azt jelenti, hogy már az első rendezvényünkön, a kampány nyitónkon bemutattuk a választási programunkat, aminek alappillérei a megélhetés, a rend és az elszámoltatás. Ez az a program, ami alapján járjuk az országot, és több ezer rendezvényen mutatjuk be az embereknek azt, hogy mik az elképzeléseink arra az esetre, ha sikerül megnyernünk a választásokat. Vona Gábor pártelnök is részt vesz ebben az országjárásban, és hetente több, körülbelül 1 tucat rendezvényen vesz részt, de az összes Jobbikos vezető, képviselő és képviselőjelölt járja a településeket, és őszintén és félelem nélkül tudunk az emberek szemébe nézni. Az elmúlt 4 évben is azt a politikát folytattuk, hogy azt, ami a nemzet érdeke, azt támogattuk, ami pedig nem, azt igyekeztünk megakadályozni, illetve elleneztük. Éppen ezért, amit ígértünk, azt megtaláltuk. Tartottuk. A mi fórumainkon lehet kérdéseket is szabadon feltenni a Jobbik politikájával kapcsolatban, és az a tapasztalat, hogy az emberek kíváncsiak a megoldási javaslatainkra, hiszen az elmúlt 24 évet egyre többen szeretnék leváltani, és aki változást akar, az Jobbikos. Adjon az Isten ezüst eső, harangló búza vező, adjon-e földön minden magyarnak igaz hitet, szebb jövőt. A Jobbik minél több választópolgárról szeretne eljutni, és az ajánlási procedúra is egy remek lehetőség arra, hogy a képviselőjelöltek eljussanak az emberekhez. Éppen ezért a Jobbik mindenhova szeretne eljutni, és minél több emberrel szeretnénk találkozni. A fórumaink mellett az egyéb utcai jelenlétünk, a standolások is például ezt a célt szolgálják. Emellett az a tapasztalat, hogy a 4 évvel ezelőttihez képest megdöbbentő az a lelkesedés és az az érdeklődés, ami a Jobbik jelöltjeit övezi, így egyáltalán nem kérdés számunkra, hogy mind a 106 választókerületben könnyedén összegyűjtjük a megfelelő ajánlási számot.
Csányi Tamás rendkívül felkészült a térség problémáit illetően. Látszik, hogy magyar tanárként mindennapjai során találkozik a gyerekek, diákok, fiatalok és a szülők problémáival, napi kapcsolatot ápol velük, és a megoldási javaslatokat is kiválóan ismeri, és rendkívüli felkészültséggel tudja elmondani, átadni a fórumokon az embereknek. Azt is ki kell emelnem, hogy felkészültsége mellett türelmes is az emberekkel, meghallgatja a problémáikat, és érdemben válaszol, érdemben foglalkozik a hozzáforduló emberek nehézségeivel, kérdéseivel. Emellett hitelesen képes képviselni a Jobbiknak a programját, hiszen egy alulról szerveződő politikai pártról van szó, és Csányi Tamás egy olyan képviselőjelölt, aki itt helyben él családjával, és a saját bőrén is érzi az embereknek az életét, nehézségeit, vagy éppen a szép oldalát az életnek. Már maga a miniszterelnök is elmondta egyébként a néhány hónapja az országgyűlésben, hogy ez az Európai Unió már nem az az Európai Unió, amihez Magyarország csatlakozott. Éppen ezért egyrésztről nagyon fontos lenne, hogy készítsünk egy mérleget arról, hogy Magyarország mit nyert és mit veszített az Európai Uniós csatlakozással. Ezt nem lehet annyira leegyszerűsített kérdésként kezelni, hogy a vámbevételeinket veszítettük el, és egyébként meg az Európai Unió mennyi támogatást folyósít Magyarország számára. Egyrésztről azért azt, hogy Európai Uniós támogatást azt el kell felejteni. Tehát az Európai Unió az senkit nem támogat. Az nem termel semmit. Az egy bürokratikus intézményrendszer, és pont. Nem tud támogatni, az nem egy segélyszervezet. A tagállamoknak vannak befizetései, X összeg, ezt egy elképesztő bürokratikus rendszerben megforgatják, átforgatják, fenntartják magukat, majd visszaadnak az általunk is befizetett pénzből valamennyit, és megmondják, hogy mire költhetjük el. Tehát a saját pénzünket, amit befizetünk, megforgatják, visszaadnak belőle, és megmondják, hogy mire költhetjük el. Körforgalomra, szökőkútra, ezekre biztos. De munkahelyteremtése például nem igen. És ezért fontos, hogy Magyarországnak az önrendelkezéséről, amikor beszélünk, akkor arról is beszéljünk, hogy igen, hadd döntsük már el mi magunk, hogy mire költjük el a saját pénzünket. Nekünk nincsen szükségünk egyelőre szökőkútra, köszönjük, annál inkább szükségünk lenne munkahelyekre. Mi erre szeretnénk költeni, arra, hogy a gyárainkat nyissuk újra, hogy a mezőgazdaság újra feléledjen, a háztáji gazdálkodás a szövetkezetek. Erre szeretnénk költeni a pénzünket. Nekünk ez a jövőnk, nem a szökőkút, meg a körforgalom. Kérem szépen, magával az eredménnyel meg vagyok elégedve, már csak azért is, mert voltak képviselve a kisebbség részéről is, és ugye már megint az előző fórumhoz mérten is, javában ő hozzájuk szólt a fórum, ugyanis akadt egy olyan lehetőség a településünkön és a térségen, amelyik kiemelni őket, mert ez így nem állja meg a helyét, hogy 20-40 ezer forintokért dolgozzanak közmunkáért. Ugye a téli programban benne van az oktatás, de ezt se nevezném oktatásnak, amikor írni, olvasni tanulnak. Egy sokkal átfogóbb munkahely teremtésre van itt szükség, illetve oktatásra, amely egyébként az említett, a fórum alatt említett projektben megvalósulna. Ennek a telephelye, a bázisa ez itt volna a településen, Csépán. Több mint 300 főt foglalkoztatna. Kész elemeket gyártanának ingatlan építéshez. Egy nagyon korszerű technológia, ami nem kerülne többe, mint egy újépítési, normál újépítésű ház. Ennek a rezsie, ez éves szinten kevesebb, mint 15 ezer forint. Lenne itt egy oktatási központ is, hogy szakembereket képezzenek, és mivel ugye szakemberek, képzett szakemberek dolgoznának itt, nyilvánvalóan emeltebb fizetést kapnának az illetők. A projekt az úgy lett beadva, hogy hátrányos helyzetű embereken segítene, tehát nem válogat kisebbség és magyarság között, akinek olyan a helyzete, akin segíteni kell, az bárki megpályázhatja majd ezt az állást. Én mindenképpen jó ötletnek tartom, már csak azért is, mert a projektnek a kivitelezője, az ötletgazdája, a csépai érdekeltségű, és nem engedte, hogy ez a projekt ez elmenjen ebből a térségből.
mindenképpen ragaszkodik hozzá. Itt az a kérdés, hogy előbb vagy utóbb valósul meg. Mi hajlunk arra, hogy ez előbb történjen meg, hiszen mindenkinek égető szüksége van a normális körülményekhez. A családi életnek a megteremtéséhez, egyáltalán az életnek a lehetőségéhez. Adjon-e bőrön minden magyarnak igaz hitet, szent jövőt? A mi véleményünk szerint a magyar politikai élet az két oldalon képzelhető eltörésvonal van. Az egyik szemléletbeli törésvonal, tehát senki másra ne gondoljon. Az egyik szemlélet egy olyan szemlélet, amely az ország gyarmati függését elfogadja. Elfogadja az ország gyarmati függését, elfogadja azt, hogy Magyarországot mondjuk az Európai Unió egy gyarmatnak tekinti, és mire alapozzuk mi ezt a kijelentésünket, amely ugye eléggé merésznek tűnhet sokaknak, arra, hogy Magyarország arra kellett az Európai Uniónak, hogy a nyersanyagot innen kivigye, ott a saját cégeinél, saját üzemeiben készterméket hozzon létre, és utána a készterméket pedig visszahozza, nyilván sokkal nagyobb árréssel dolgozva, mint sem, hogyha magyar cégek dolgoztak volna. Tehát amikor egy országban csak a nyersanyag a szükséges, csak a nyersanyag kell, hát ezt a történelemben mindig is gyarmatosításnak nevezték. Most jelen pillanatban itt áll Magyarország. Persze nyilván vannak olyan kivételek, amelyeket meg lehet említeni, hogy bizony vannak olyan multinacionális cégek, és ugye itt a közelben is van olyan, amely munkahelyeket teremtett, és lehet menni a magyaroknak dolgozni. Viszont azt is tudjuk, hogy állami támogatással kerültek ezek a munkahelyek megvalósítása. És ugye a kedvencünket azt mindig érdemes ilyenkor elmondani, hogy a dunaújvárosi gumigyár, a délkorai gumigyár kapott az államtól óriási támogatást munkahelyek létrehozására, és meg is teremtették a délkoreai középvezetőknek a munkát. Tehát nem a magyarnak, hanem a délkoreai középvezetőknek a munkát. És a magyarnak nem jut más, csak a rabszolgamunka, gyakorlatilag, ahogyan Árpád az előbb elmondta, tulajdonképpen arra elegendő éppen csak, hogy sodródjon. Egy kicsit olyan, mint a bonszájnak a nevelés, azt tudják, az a kis növény, amely állandóan az elsatnyulásban van, és nagyon picikére nő meg a fa, meg minden egyéb, mert annyira pici életet adnak neki csak, hogy pici tud maradni. Hát a magyar most egy körülbelül egy ilyen bonszáj kategóriába sorolható a meglátásunk szerint. De hogyan lehet ebből kilépni? Lehet ebből egyáltalán kilépni? Ugye onnan indultunk el, hogy a gyarmatosítási politika, meg a gyarmatosítást elfogadók politikája. És van, akik a gyarmatosítás ellen vannak, ez természetesen ugye a Jobbik esetében képzelhető el, akik azt mondják, azt mondjuk, mi jobbikosok, hogy nem fogadjuk el ezt a fajta gyarmatosító politikát. El kellene gondolkozni azon, hogy az Európai Unióval való kapcsolatunkat, az egyoldalú euróatlanti függésünket hogyan lehetne valahogyan megváltoztatni. Nem vagyunk Európa ellenesek, sőt. Európához mindenképpen tartozik Magyarország, annál is inkább, mert földrajzilag a közepén van. Tehát ha Európában nincsen benne Magyarország, akkor nincs is Európa, tehát ilyen egyszerű a történet. Viszont gazdaságilag, politikailag a függésünk már azért egy sokkal inkább problematikusnak tűnik. Mi úgy véljük, hogy adott esetben újra lehetne tárgyalni a csatlakozási feltételeket, adott esetben népszavazást ki lehetne írni arra nézvést, hogy a magyar emberek úgy gondolják-e, hogy szükség van tovább az Európai Unióra Magyarországon, vagy nincsen szükség? Nem a Jobbik fogja eldönteni. Tehát ezt nem gondoljuk mi sem, hanem megkérdezzük az embereket, hogy vajon ők mit gondolnak. Ugye azt szokták mondani, hogy ha nem lennének Magyarországon fejlesztések, és nem lenne semmi olyan nagy dolog, ha nem lenne az Európai Unió. Mert mi onnan rengeteg támogatást. Igaz, tényleg kapunk támogatást az Európai Uniótól, és az is lehet, hogy nem vagyunk nettó befizető. Tehát többet kapunk, mint amennyit beleteszünk. Viszont az Európai Unió megjelenése Magyarországon például a feldolgozó iparunkat zéróvá tette. A cukorgyárainkat eltüntette. És egy csomó olyan járulékos problémát okozott, amelyeknek az újra teremtése a Jobbik programjában egyébként szerepel. És akkor, ha már
Ápi említette azt, hogy bizony vannak olyan dolgok itt akár Csépán is, amellyel érdemes lenne foglalkozni, akkor valóban azt el tudom önöknek mondani, hogy létezik egy projekt, és gondolom a csépaiak ezt már jól ismerik, amely projekt, hát mondjuk az, hogy a tervek szerint 300 munkahelyet tudna teremteni Csépán, amely azért tiszazúgi szinten nem lenne kis teljesítmény, és olyan termék készülne ebben a, ennek a projektnek a keretében, amely viszont óriási mennyiségű bevételhez juttatná, és nem csak a környéket és az itt dolgozókat, hanem egész Magyarországot. Ez a projekt gyakorlatilag a megvalósulás fázisába léphetne, ha megfelelő politikai szándék lenne mellette. Én úgy vélem, hogy emellett ki kell állnia egy jobbikos képviselőnek mindenképpen, ha már azt mondjuk, ugye, hogy a munkahelyteremtés nekünk égetően fontos, és ezt meg is tesszük, és tárgyalásokban vagyunk nem csak a projektnek a gazdájával, de politikai tárgyalásokat is folytatunk, és valószínűleg reméljük, hogy sikerül ezt a projektet megvalósítani. A Csépai Lakossági Fórum után néhány gondolattal összegezném, hogy mi is volt a mai fórumon. Elsősorban a helyi ügyekre koncentráltunk a mai lakossági fórumon. Egy csépai vállalkozó keresett meg minket egy néhány héttel ezelőtt, és egy olyan projektet kínált megvalósításra, amelyet minden embernek támogatnia kell, pláne hogyha az ember komolyan gondolkodik politikában és a térség felvirágoztatásában. Ez a projekt egyébként 321 néhány embernek adna munkalehetőséget a Tiszazugban. Most politikai szintű tárgyalásokat folytatunk ebben a kérdésben. Erről tájékoztattam elsősorban a megjelent szép számú lakosságot. Ezen kívül a programunkat ismertettük Dúró Dórával, mármint hogy a Jobbik választási programját, a 2014-es Kimondjuk, Megoldjuk című programunkat. Ebből a munkahelyteremtést emeltük ki elsődlegesen, az elszámoltatást emelte ki Dúró Dóra, valamint az otthonteremtésre helyeztük még a hangsúlyt, amelyet egyébként ezzel a fentebb említett csépai projekttel kapcsolatban is össze lehetne kötni. Erre nézve is tettem utalásokat itt a fórumon. Nem szeretnék konkrétumokat ezzel kapcsolatban mondani, mert még nincsenek döntések ebben a kérdésben, és csak akkor szeretnénk ezzel kapcsolatosan megfelelő módon kiállni az emberek elé, amikor már tényleg konkrétat tudunk mondani, és konkrétat tudunk ajánlani a csépaiaknak.